köszöntelek titeket az első Kapitális EU pergető versenyen itt Szent Anna pusztán. Örülök, hogy ennyien megtiszteltetek jelenléteteket. Első fontos, nem is akarom igazából húzni az időt. 8 órakor pontba kezdődik a verseny Dudaszóval, és 2 órakor lesz vége akkor is Dudaszóval. Megkérek mindenkit, hogy legyen a másik emberre tekintettel, egy helyen kb. 10-15 percet horgászon, utána változtassa a helyét. Illetve a horgászok olyan 10 lépést ide azért legyenek egymástól minimum. Jó? Tehát ezt a 10 lépést ezt tartsuk be, ne dobáljuk egymásnak keresztbe. A mérlegelés. 4 mérlegelőnk lesz, centire mérjük a csukákat. Úgy fogod jelezni, hogy fogsz egy halat, felteszed a kezed, vagy valahogy jelzed a mérlegelőnek, hogy te fogtál. Minél gyorsabban zajlan ez az egész, hogy neked ne menjen az időd ezzel. Mi feljegyezzük egy lapra, és a végén az nyer, aki a legtöbb centiméter csukát fogja. Egyéb kérdésetek van még? Darabszám után nincsen pont. Vagyis igazából, ez mivel itt igazából a csukák egyed száma elég kicsi, ezért valószínűleg mindenki sok darabot fog fogni. Így valószínűleg nincsen, szerintem nincsen egyáltalán pont. Számít, ragadozó hal számít csak. Sügér is. A tónak a tavat nem tudjátok körbejárni. Ez nagyon fontos. Tehát ez lényegében olyan, mint a tó lenne egy félsziget. Ott van a végén egy gáti rész. Arra ne menjetek rá lépésre. Mert magas a vízállás, megsüllyedtek. Nem tudtok onnan kijönni, illetve meg nem is szabad. Jó? Tehát aki elment a végére, és utána a másik végén akar horgászni, annak így körbe kell járni. A mérlegelésünk miatt jelentő, minden működik? A mérlegelésig? Pont a mérlegbe kell tartani. Szájbencsőre. Nagyon gyorsan fog. Nagyon sok. De nem tesszük szájbencsőre a csukát. Felteszed, jelzed, addig leveszed a horogról. Nincsen szektorokról tartó. 6 óra aztán keresztül sétálni fogtok. És hogyha valaki ismeri a jó helyeket, az minél hamarabb jusson el oda. Akkor egyszerre indulunk. Akár szaladhattok is, vagy... Tehát eljöttök, itt majd lesz még több asztal, addigra kimérjük, babujás lesz a menü, és azt megesszük, és utána lesz az eredményhirdetés. És itt is Mihályal a kapitális.eu horgászportál tulajdonságával beszélgetek, akitől azt kérdezem, hogy hogy született meg az iklet a pergetőverseny megrendezésére. Szervusz Lajos, üdvözlöm a kedves nézőket. Köszönöm kérdésedet. Elsősorban azért született meg ez az ötlet, mert Hajdúbiharban nem igazán rendeznek a pergető horgászok részére horgászversenyt, és így alakult ki ez az egész ötlet. Nagyon sok helyszínt végigjártam, hogy megtaláljam az ideális helyszínt a verseny megrendezésére, és helyszínek végigjárása után jutottam el ide Szent Anna pusztára, ahol igen jó élményekkel távoztam. A tó csuka állománya igen jó, és ezt mindenféle műcsérival sikerült megfognom. Úgy tudom, hogy a tó gazdával igen jó kapcsolatot ápolsz. Jól tudod. A horgászportálunk és a Szent Anna pusztai víztározó
elég sokat segít egymásnak, különböző csalik tesztelésében és a horgászatok, horgásztúrák lebonyolításába egyaránt kooperálunk. Úgy tudom, illetve hát azt látom, hogy a verseny igen szép létszámmal jelentek meg. Számítottál erre a nagy érdeklődésre? Természetesen reménykedtem ebben, hogy minél többen fognak itt eljönni, de nem gondoltam volna, hogy 44 versenyző fog részt venni ezen a versenyen. Főleg az előzetes regisztrációk alapján nem. Nagyon sokan neveztek itt a helyszínen. Az időjárás szerencsére kedvezett nekünk, napos, de azonban elég szeles, ami a csukákapó kedvének nem. Jelenleg még nem tudom, hogy áll a verseny. Remélhetőleg a horgászoknak sikerül megfogni a csukát. Az eredményről itt körbejártam a versenyzőket, darabszámra voltak, aki már 3-2 fogott, de tudomásom szerint méretre folyik a verseny, tehát a legnagyobb halat, illetve csukát kifogó fogja elvinni az első díjakat. Jól értesültem? Pontosítanék, igazából nem az nyeri, aki a legnagyobbat fogja, hanem minden darab csukának a méretét, tehát hogy mennyi centire, azokat az összeset összeadjuk, és aki a leghosszabb eredményt éri el, tehát a leghosszabbat fogja, ő fogja elvinni az első, második és a harmadik helyezettnek járó kupát. Ha már a díjazásnál tartunk, a kupákat gondolom azt mind a három versenyző, illetve mind a három helyzet megkapja, ezen kívül milyen díjazásban részesülnek még? Az első, második és harmadik versenyző kupákat kap és tányereményt. Még egy utolsó dolog, mire számítasz, milyen eredményekre számítasz? Úgy érzem, hogy ismét be fog igazolódni az a hit, ami mindig beválik egy versenyen, hogy a verseny napján nem eszik a hal. Ez nagyon sokszor előfordult már az előző versenyeinken is. Igaz, hogy ez az első pergető versenyünk, de már rendeztünk a látóképi víztározón békés halakra folyó versenyt versenyhorgászok számára, és ott is azt is kétszer rendeztük meg, és akkor is az igazolódott be, hogy a verseny napján nem eszik úgy a hal, mint amikor a horgászok kiállnak gyakorolni. A látottak és hallottak alapján mondhatjuk azt, hogy egy kapitális.eu horgász verseny sorozaton veszünk részt jelenleg, illetve fogunk részt venni a jövőben. Én nagyon szeretném, hogy ebből hagyomány alakuljon ki. Mindenféleképpen szeretnék visszatérni ide Szentanapuszára, de tervbe van a Mohosszal egy olyan kooperációt kialakítani, hogy a Hajdú-Bihar megye élővizeiben lehessen igazi pergető versenyt akár harcsára, akár sülőre, akár csukára. Köszönöm a beszélgetést, eredményhirdetésnél találkozunk. Köszönöm szépen. We'll be right back.
verseny legfontosabb emberét szeretném bemutatni, Balla Mihályt, aki arra vállalkozott, hogy a versenyzők részére elkészíti az ebédet. Miska, Misi, mit ül a kondérba? Ebbe a kondérba babujásnak való főt. Az mit jelent, hogy való? Hát azért, mert még a hús a fő megfele, majd ez lesz összetéve a babbal, meg a kis nukedli, amelyik bele kell. Hát még bélfőműsben vagyunk. Hány főre készül az ebéd? Elvileg 45-re. Hát köszönöm szépen, akkor ebédkor találkozunk. Igen, jó. Kapitális pergető verseny egyik résztvevőjével, Valke Károllyal beszélgetek. Karcsi, hogy szereztél tudomást a versenyről? Hát a kapitális internetes horgász portáljáról, illetve a horgász boltokból, nyilván itt a baráti kapcsolatok révén. Hogy vagy megelégedve a versennyel, illetve annak szervezésével? Maximálisan elégedett vagyok, egy nagyon színvonalas pergető versenyről van szó. Remélem, hogy ezt a halak is majd igazolni fogják, illetve nyilván a versenyzők létszáma az ezt is garantálja. Láttam az előbb, azt hiszem felvételt is tudtunk róla készíteni, hogy éppen egy csokát fogták ki a tóból, tehát ez volt az egyetlen fogásod? Hát eddig ez volt, hát remélem, hogy a később még átlanabb időszakban valami jön a villantóra. Tehát még az időjárás változása talán majd befolyásolja a kapókönyvöket a csokáknak. Mire esküszöl? Villantó, vagy wobbler, vagy pedig gumihal, vagy twister? Igazából próbáltam mindegyiket, most jelen pillanatban a támolygó villantónál kötöttem ki. Hát kellő távolságban el lehet dobni ebben a szélben, és ezt az egyet is ezzel tudtam fogni. Mit vársz magától a versenytől? Eredményre gondolok? Hova sorolnád be magadat? Hát igazából én a horgászat szerelmese vagyok, igazából maga a helyezés igazából nem befolyásolja a kapókedvemet, illetve a horgászkedvemet. Hát nyilván a jó helyezésnek örülnék, de én a részvételt tartom nagyon fontosnak egy ilyen versenyen. Köszönöm a beszélgetést, és hogy búcsúznék el tőled, hogy hajolja a napot vége. Én is köszönöm, és mindenkinek ezt kívánom.